azoknak az emberek, akiknek kevésbé tolerálja mondjuk a zolajat a szervezete, mert teszem azt akár hasmenést okoz, akár más egyéb problémát, de főleg most a hasmenésről van szó, azoknak érdemes úgy fogyasztani az olajos dolgokat, hogy minél szárazabb ételkörítéssel, tehát, vagyis tehát a többi komponens, tehát magyarul kevés vizet kell tartalmazni az étel az olaj mellett, mert ha sok vizet tartalmaz, akkor ugye az meghajtja az embert, például egy salátával teszünk, ami jó vizes olajat, akkor az meghajthatja az embert, de ugyanaz az olaj mondjuk egy pirítós kenyérem nem hajtja meg az embert, mert lassabban szívódik fel, ugye a kenyér is magába szívja, és de fontos, mert például az olajjal lehet burkolni a fokhagymának a gyomor bántalmazó hatását, és akkor így leérhet olyan helyre a fokhagyma, reméljük, ahol kifejthetje a hatását, például a bélbe. Na, de a lényeg az, tehát, hogy az olajat tartalmazó ételeket azt minél inkább szárazabb formába kell fogyasztani, és kevés víztartalma kell legyen ezeknek az ételeknek a hasmenés elkerülésére.